10 éves koromra már úgy 100 TV reklámban és 35 hangalámmondáson vettem részt. Énekeltem, táncoltam, a Broadway-n szerepeltem. Tovább jól éltem. Nem azt mondom, hogy dollármilliómos voltam, de volt elég pénzem, hogy mint manhattani fiatal lány megtegyem mindazt, amire vágyok. Felléptem a híres Studio 54-ben és más klubokban, nightklubokban is. Szívesen láttak, mert tévésztárok voltunk. Vonultam a vörös szőnyegen, és ehhez hasonlók. Híres emberekkel randiztam. De mindezek ellenére üresség volt a bensőmben. Drogozni kezdtem, mondhatjuk, hogy rendszeresen, aminek végül az lett a vége, hogy kétszer is elvonóba kerültem. Az első alkalommal még úgy gondoltam, hogy bár nem drogozom már, de inni azért ihatok. Kemény lecke volt, ami egy újabb elvonóba torkolt. Emlékszem a beteg felvételen töltött estére, amikor Istenhez kiáltottam, hogy szükségem van rád, Istenem. Szerettem volna megismerni őt. Ezért elkezdtem kutatni utána. Elolvastam rengeteg buddhista, taoista és önsegítő könyvet. Viszont feltűnt, hogy miután őszintén imádkoztam, hogy szeretném megismerni az igazságot, mindig keresztényekbe botlottam. De nekem nem voltak szimpatikusak. Bibliával vagdalkozó, ítélkező embereknek gondoltam őket. Ám történt ekkor valami, a bátyám megtért. És láttam, ahogy az élete megváltozott. Sosem akart prédikálni, csak egyszerűen jó példát mutatott. Egyik nap az asztalnál ültünk, meséltem neki, hogy nem értem magamat, hiszen vidéken házam van, sikeres vagyok, rockstar barátom van, és mégsem vagyok boldog. Ő felnézett az újságból, és azt mondta, lehet, hogy a megváltásra van szükséged. Ránéztem egy pillanatig, elgondolkodtam, és azt mondtam, hogy há, nekem aztán biztos, hogy nincs. Majd megnéztem a moziban a Szépség és a Szörnyetek című filmet. Ebben a filmben a szeretet megváltoztatja a szörnyeteget. Egész úton hazafelé erről gondolkodtam. Valami nagyon megfogott benne. Aznap éjjel, ahogy hazaértem, imádkozni kezdtem. Kértem Istent, hogy Istenem, ragadj meg, tégy velem, amit csak akarsz. Most kinyitom és átadom a szívemet. Ahogy leromboltam magamban ezt a belső ellenállást, és hagytam, hogy Jézus közel jöjjön a szívemhez, abban a pillanatban ott, a hálószobában rám áradt a békesség. Az igazság utáni kutatásom során végig azon voltam, hogy betöltsem a bennem lévő űrt. Sok mindenről olvastam, számtalan könyvet, számtalan vallásról, de semmi nem volt képes betölteni a szívemben levő ürességet. Márpedig ezt kerestem, a békességet és a megelégedést, de semmi nem tudta megadni, egyedül Jézus Krisztus. Amíg nem találtam meg Jézust, és mindezt nem tapasztaltam meg, addig úgy éreztem, hogy nem nyitja a kulcs a zárat. Azóta mindennél jobban szeretném megosztani másokkal is, hogy mi történt velem. Ha valakinek űr van a szívében, és úgy érzi, ahogy egykor én is éreztem magam, akkor én már tudom a megoldást. Egyedül Jézus Krisztus tudja betölteni ezt az űrt, ha hagyjuk neki, és átadjuk neki a szívünket.